Ebben a videóban megmutatom, hogy látogatóként, érdeklődőként vagy jövőbeli gazdiként hogyan készülj fel egy kutyakiállításra. Augusztus végén ellátogattam a székesfehérvári Cacip kutyakiállításra, melyet Agárdon a Velencei tópartján rendeztek meg. Egy ekkora rendezvényen látogatóként nagyon könnyű elveszni. Hop-hop! Ott a kedvenc kutyám! Az meg milyen érdekes! Ez létezik ilyen színben is? Hú! És Mudit még nem is láttam. Egy nagyobb kutyakiállításra rengeteg tenyésztő, gazdi érkezik, hogy részt vegyen kiállítóként a programon. Agárdon szombatra több mint 1000 kutya nevezett. Mielőtt valamilyen céllal látogatóként elmész egy ilyen rendezvényre, jó, ha tudod, mi is történik ott. A bírálatok előtt a gazdák felkészítik a kutyáikat. Ezután a kiállítás programja szerint a különböző fajtákat különböző ringekben párhuzamosan értékelik. Agárdon szombaton 20 ringben folyt 9 órától a kutyák bírálata. A bírálat során a kutyák bemennek a ringbe, ott a bírók különböző szempontok alapján értékelik őket mozgásban, állóhelyzetben, kiskutyákat kis asztalon is. A legjobbak aztán bekerülnek a délutáni Best in Show programba, ahol több kategóriában kiválasztásra kerülnek a külön díjazottak. Mivel az egyes fajták bírálata megadott ringekben történik, például Puli az egyes ringben, míg Mops majd a hatosban, így a különböző fajta kutyákat jellemzően az adott ring körül találtam. A bírálatokon kívül természetesen az egyes kutyákkal, gazdáikkal a kiállítási területen sétálgatva is találkoztam, de ott jellemzően véletlenszerűen jöttek velem szembe a kutyák. Jaj, úgy levideóznék egy szaladgáló tacskót! Hopp! Ezek meg itt pihenő Bernáthegyik. Ha csak egy kellemes napot szeretnél eltölteni kutyákkal, akkor egyszerűen érkezz meg délelőtt, és sétálgass a ringek között. Szimpatikus kutyák, szimpatikus gazdáit nyugodtan szólítsd meg, ha éppen nem egy ring bejáratánál készülődnek. Én azt vettem észre, hogy jellemzően várakozással telik a kutyák és gazdáik ideje a bírálatok előtt és között. Azt tapasztaltam, hogy ez idő alatt a gazdák többsége büszkén megmutatja a kutyáját, szívesen mesél róla. Még velem is megtették, pedig kamerával és mikrofonnal közelítettem. Nyugodtan lépj oda a kérdéseiddel. Ez milyen fajta? Mi jellemző rá? Milyen az ideális gazdi egy ilyen fajta kutyának? Ahhoz, hogy egyes fajtából több egyedet is megismerj, már egy kicsit fel kell készülnöd. Én azzal a céllal mentem ki a rendezvényre, hogy számomra alig ismert fajtákat kapjak lencse végre. Ezt nem bízhattam a véletlenre, hiszen ezekből a fajtákból egy-egy példány volt a kiállítás óriási területén. A felkészülés első lépése az volt, hogy letöltöttem a kiállítás katalógusát. Ezt a rendezvény előtti napokban találtam meg a kiállítás weboldalán. Az 54 oldalas dokumentum aztán részletesen tartalmazta, hogy melyik fajtákat melyik ringben fogják bírálni. Tehát ha konkrét fajtákkal ismerkednél, javaslom, nézd meg, melyik ringnél várható a bírálatuk. A katalógust átpörgetve láttam, hogy a 9-es ringben előkerül Basenji, Fáraó kutya, különböző mexikói, perui, mesztelen kutyák. Izgalmas. Aztán a 16-os ringnél érkezik egy leopárd kutya. Gyorsan belőttem a katalógusban található térképen, hol is találom a 9-es és 16-os ringet, és már indultam is a kiállításra. Olyan szerencsém volt, hogy még egy versenyen kívüli leopárd kölyökkel is megismerkedhettem. Ha hasznos volt a videó, ne felejts el nyomni egy lájkot, és ha van még időd, folytasd például ezzel a videóval.